Asher Tamás Kossuth és Jászai Mari díjas rendező, a Katona József Színház főrendezője, valamint a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora. Számtalan alkalommal kapott legjobb rendezésért járó díjat itt a Pécsi Országos Színházi Találkozón is. Idén az Örkény István Színházban rendezett Pergünt előadással érkeztek a posztra. Azt, hogy szeretnék Pergüntöt rendezni életemben, azt ahányszor csak elolvasom a darabot, vagy ahányszor látok belőle egy érdekes, szép előadást, akkor mindig eszembe jutott az elmúlt évtizedek folyamán. Az előadást nézve olyan érzése támadhat az embernek, mintha egy Brecht előadást látna. Bár nem ez volt a Ser Tamás számára a rendezői szándék. Valószínűleg nem nehéz a már egy Brecht nélkül színházat csinálni. Biztos értelemben beleívódott a mai színházi nyelvbe, azt, hogy nem egy naturalisztikus, ábrázoló jellegű, hanem annál lényegű színházat szeretnénk csinálni. Ilyen értelemben ezt inkább egy ilyen lényegre törő színháznak nevezném, mondjuk. És hirtelen vártatni kezd velem a gerincet. Ezt nem tudom, maga emlékszel a gerincet. Gerince akár a fejre. Legalább fél mérföld a hossza. Lavinák futnak be a kék szurdokokban. Kétfelől meg a vízre látsz egyenesen, ahogy súlyosan és sötéten szúnyad a legalább ezerről. Tehát mi a szarvassal odafölhasítottuk a jeges levegőt. Ilyen csikó sem volt még megszakadni. Polgár Csaba játszott a Pergüntöt, aki egyébként ezért az alakításért megkapta a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat. A fiatal színésznek mestere volt a rendező, az első zenés színész osztályban, amit Novák Eszterrel indítottak közösen. Csak szuhantunk szüntelen, és lenne, egyszer csak hirtelen valami megcsillant fején. Mamácska, ha hiszed, ha nem. Saját képünket láttam oda lenne a csöndes egyik tóvizébe, ahogy a mélyből épp oly sebesen rontott fel a vízfelszínére, ahogy a szarva sohat velem. Én sose kezeltem úgy magamat, mint mestert, tanítványaim se kezelnek úgy, mint mestert. Ez már az egyetemen is nagyon rendes munkatársi viszony volt. Az a tétel, amit valahol olvastam valakitől, hogy amikor elkezdődik egy próbafolyamat, akkor még a rendező tud többet az alakról, és hogy a próbafolyamat halad előre, a végén a színésznek már többet kell tudni a rendezőnél, hiszen ő van benne. Így neveltük a növendékeinket, tehát kreatív, együttműködő, kitaláló, velünk együtt gondolkozó színészekként, és ez már az egyetemen is így volt, és most is így van. Asher Tamás több előadását is sikerrel játszottak külföldön. Ő maga is számos nagy európai színházban rendezett már. Pályája, mondhatni, egy sikertörténet. Én a saját pályámat egy küszködő, sikerekkel és gyengébb előadásokkal vegyes pályának látom. Hát nem tudom, mi a titka így aztán, mert én nem... Szóval azt gondolom, hogy sokat dolgozom, és sokat dolgozni nem lehet, úgyhogy az ember folyamatosan mindig zseniális. Mindig nagy tervekkel vágok neki egy előadásnak, és nem jelenti azt, hogy mindig sikerül is megvalósítanom. Tehát semmiféle titok nincsen. Folyamatos munka az, persze az kell. Hol már békén! Ne is a jó madár, aki a karját az asztal kovácsnak kitörte, vagy legalábbis a kis ujját kiszamította, az ki volt van ebbe? Árul, de ezt honnét szedted, anyám? A béres az, hogy hallottatok. Ja, csak hogy én ordítottam el. De? Én hát. Mint a művészet más területein, úgy a színházban is felmerül a kérdés, hogy az előadásokkal a közönséget kell-e szolgálni, vagy a szakmát. A közönségnek szól, ez egyértelmű. Szakma az nem közönség. A közönségben néha helyet foglalnak a szakma képviselő is. Természetesen egy érzékeny, értő, művelt közönségre számítok. Ilyen értelemben ez egy ilyen elittebb fajta előadás, hiszen az élet nagy kérdéseiről szól, nem pusztán szórakoztat tingli-tangli marhaságokkal. Az élet nagy kérdéseiről manapság ritkán szólnak előadások, ezért fel kell kösse a gatyáját a néző, és ezt elismerem. Asher Tamás a posztról is kifejtette véleményét. A posztnak az lenne a célja, hogy
Magyarország adott évben legjelentősebb, legfontosabb színházi előadásai jelen legyenek. Ennek a funkciának a poszt soha nem felelt meg tökéletesen, de most már aztán nagyon nem. Ezt ki tudnál fejteni, hogy miért nem vagy, hogy erről tudunk beszélni? Szívesen kifejtem. Egyrészt tágabban kéne értelmezni a színházi előadás fogalmát. Dokumentum színházi előadások, közéleti jelleg, olyasmi, mint mondjuk a panodráma csinál valamit, ami mondjuk megvitatja, vagy dokumentumokat sorjáztat mondjuk egy cigányügyi perben, vagy az oktatás kapcsán. Tehát azok szerintem nagyon izgalmas dolgok, azoknak is itt volna helye. Fontos gyerekelőadásoknak is itt volna helye. Van a Káva kulturális műhely, akik ilyen nagyon izgalmas, interaktív előadásokat csinálnak nézők és a színpad között. Annak is itt volna a helye. Hát azt gondolom, hogy ez egy szüken értelmezi a színház fogalmát, a poszt. Másrészt nem, tehát vannak kétségeim, hogy hogyan áll föl a zsűri, hogy hogyan áll föl a válogatóbizottság. Ez egy olyan kérdés, amit persze mindig lehet vitatni, de a poszt már a túlságosan átpolitizált lett. A két oldal, ami egy ilyen mondva csinált és sötét manipuláció, maga a két oldal fogalma, amivel sűrűn élnek. Persze a győztesek számára fontosabb mindig, hogy a két oldalról szó legyen, de egyáltalán az egésznek az átpolitizáltsága az nagyon a kedvem ellen való, és nem is igazán ízléses. Szívükből a megvetést egyetlen kanyarítással, miért nem edzhetem ki? Mi van? Hívj a rombanyagnál! Így aztán nem is fontosak a díjak. Soha életemben nem vártam díjakat, természetesen bőven elég volt számomra találkozás. Azon felül, hogy még egy kevésbé átpolitizált poszton is mindenféle méricskérésnek az eredménye egy díj, és ilyen értelemben a legkevésbé sem érdekel tulajdonképpen, hogy díj nincs. Azt persze, hogy szeresse a közönség, az nagyon érdekel, hogy okuljanak, jónak találják. Tehát egyáltalán maga a találkozás az izgat, és ezért végül is bármilyen a poszt mindig hasznos, hogy van, mert találkozási lehetőség. Feletted, mi történt Lündében? Te vagy az, aki táncra ugye? Én hát mi az ember, de néztem, gyere szépen. Ne sokáig. Azt mondta apám. Azt mondta apám. Mi az? Kisbaba vagy talán? Ne borodjon felem! Na, és nem árulod el?